Hello, hello, sziasztok, kackén, Tomi vagyok, itt vagyunk ismételten a Stronghold Crusader-ről, és folytatjuk a keresztesek nyomában hadjáratot. A 41. részhez érkeztünk, a Reménység völgyen, nézzük meg. Ugye Saladinnal fogunk itt mászkálni három darab oroszlán szívű ellen, és van a szomszédságunkban egyből egy fekete. Ugye mindegyik számítógép 8000-et kap, ezért Saladin is, ennek kifejezetten tudok ám örülni. Úgyhogy nagyon szépen levesszük ezt a sebességet, aztán innen fogjuk folytatni. Okay. Teszünk először is házakat, ugyanis itt is nagyjából hasonló lesz a taktikánk, mint eddig. Tehát nem lesz ezzel probléma. Ugye olyat fogunk csinálni, hogy veszünk számszerű jászokat, meg minden egyebet. Kellenek majd ugye mérnökök mindjárt rengeteg. Ugyanis ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy ide rakok egy tornyot, és ezt itt meg kell gyalulni. Itt pedig reménykedek benne, hogy Saladin el fog játszadozni kicsit a többivel. Nagy uram? Uram? Újoncokra. Mármint, hogy így komolyan. Miben segíthetünk? Ostromgép építése. Miben segíthettek? Egy gyertek ide. Ostromgép építése. Értettem. Gyertek ide, és csináltunk nekem ilyeneket. Értettem. Ostromgép építése. Értettem. Ostromgép építése. Értettem. Kell még ugye kettő. Meg kell egy barak. Vigyázz! És... hát még lehet, hogy kőre is szükségünk lesz azért. Rakjunk ide egy tornyot. Valahova úgy ide. Ugye rakunk oda egy ilyen kis feljárókát. Rakunk egy olyat, nagyon jó. És ugye kell még nekünk olyan, hogy arab kiképző központ. Smokum. Üzenet érkezett Saladintól. Nagyon nagy bajban vagyok, barátom. Oké. Okay. Sürgős és szükségem lenne a segítségedre. Egy. Nehnu tahta amrik. Futólépés. Egy. Smokum. És ugye konkrétan amit csinálunk az az, hogy megpróbáljuk ugye minél hamarabb megöldösni a kis testét. Hiszen máshogy ezt nem igazán tudjuk megcsinálni. Kész. Mit te kív? Ugye... rakunk le ilyen vasas témákat is. Még több fa kell elem. És ugye, nincs elég arany. Mivel hogy hál' Istennek oroszlán szívűről beszélünk, ezért nem fog felgyújtani minket indokolatlanul. Úgyhogy a pajzsoknak hatalmas szerepe lesz. Mármint ez igazából nem függött össze ez a kettő, de csak úgy mondom. Ugye reménykedünk benne, hogy a pajzsokat fogják lőni, amíg én itt ezeket megölöm. Meg minden egyéb. Gyönyörűen elrontottuk, nagyon jó. Igenis, előre! Oké. Mindjárt jobb. Mert ugye a csávót az full meg tudjuk ölni úgy, hogy... hogy jóformán semmi excelet nem csinálunk. Oké. Megpróbálunk felgyújtani mindent. Hát, több kevesebb sikerre. Ugye hát reménykedek benne, hogy el fog fogyni így a témája, aztán nagyon jók leszünk. Oké. Okay. Jó, eddig jók vagyunk. Ugye... rengeteg cuccra van szükségem, na. És, na, rengeteg cucca van szükségem. Lenne, hogy a következő árukból küldjél nekünk? Hogy? Így, és akkor ugye szépen kiterjesszük ezt a raktár témát is. Kell ugyebár malom. Oké. Okay. Meg kellenek majd, nem majd, hanem így most, ilyen kenyérsítő épületek. Ugye? És tulajdonképpen ugye oroszlán szívű barátunknak ennyi volt. Tehát ő nagyon ezzel nem kell mit tanakodni, tehát ő így meghalt. Ugye a lordját lehagyja a tűzbe nagyon okos módon, tehát tulajdonképpen fel fog gyulladni majd, mint egy zsák krumpli. Ugye fára van szükségem eléggé sokra, hiszen a gyerek itt van a szomszédomban, jó. Ugye a Saladin a nagyvárat... ja nem, ez nem Saladin, várja. Saladin az ez, tehát a Saladin a kisvárat építi, viszont ugye nekem van addig lehetőségem megerősödni. Aminek kifejezetten örülök. Oké. Így, meg akkor vegyünk addig kaját, hiszen még ugye nincsen túl sok zabunk. Az rossz helyen van.
Egy nem, ugye mindenki húzzon fát termelni, meg minden egyéb. Érted, 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 nagyon király. Rakunk le még sütőket. Úgyis elég sokra van szükségem. Ugye amíg nincs ez a zabánk, addig veszünk, utána már jó lesz, hogyha helyreáll a termelés. Ja, ugye a srác termeltek, ott meg fogjuk ölni, elég easy. Gyújtsuk fel azért a barakját. Jó, mindegy. Mennyi aranya van még? 1500. Az némileg problémás. Jó, hát felgyújtunk igazából mindent, tehát tök mindegy, mit csinál. Tehát, hogy nagyon nem tudod olyat csinálni, ami nekem így árthat, érted? Ugyanis vannak számszerű játszók minden. Miért nem gyulladt fel az a máj? De akkor próbáljuk meg azt. Jó, az felgyulladt, király. Ugye azért óvatosan kell itt mozogni, tehát figyelni kell a dolgokra. Ne legyen ebből probléma. Ugye minél több vasam van, annál jobb. Kellene nekem olyan, hogy... paraszt. Az nagyon fontos. Veszünk 5 láncsest. Hogy azt ott... ja, az nem, a Szaladiné, jó. Akkor mindegy. Így, meg így. Nagyon jó. Elmeti most már el fog kezdődni itt a fa termelés nagyban, meg szerintem a gyerek fel fog gyulladni. Aminek kifejezetten örülök. Hova megyünk? Oké. Rakunk ugye még sütőket, hogy nekünk nagyon jó legyen. Á, hogy ott is van vas, kirek? Uram, nincs elég munkás ennek az épületnek a működtetésére. Fa kellene! Üzenet érkezett az oroszlán. Hát hol a fa? Hát legyőzőmre akadtam, és most szegény csontjaimnak ebben az elátkozott földben kell forradni. Igen, nagyon sajnálunk. Ja nem. Üzenet érkezett Szaladintól. Jól harcolsz, barátom? Ezzel most hatalmas csapást mértél ellenségünkre. Ja. Jó, mi? Igen, még paraszt. És ugye... mivel hogy a gyerek itt nem nagyon tud mit csinálni, ezért... több mint olasz, hogy én mindjárt fogom magam és lerásolom. Úgyhogy... ja, szerintem az kifejezetten jó ötlet. Ezt nem tudom, szerintem még így hagyhatjuk. Ugye a citromsárga gyereket, hogyha megöljük, akkor már is easy win, hiszen ugye 2-1-be Szaladinnal több, mint valószínűleg le fogjuk tudni verni. Uram, újoncokra lenne szükség. Hát a funa. Jó, hát szerintem 18 elég. Mennyi cucca maradt? 2700, azt meg kéne szerezni, ezt az aranyat, az nagyon jó lenne. És ugye ez felszűk 8-asra, hiszen miért ne? Ugye kenyerünk az annyi van, mint a nyeiség, szóval nagy gond nem lehet ebből. Jó, öljük meg az úriembert, hiszen rengeteg pénze van mégis nekem, az kéne. Oké. Okay. 600 arany, az azért durva. Jó, mindegy, ez igazából nem volt túl nehéz. Nem tudom, egyébként belegondolva, az előző küldetések sokkal izébbek voltak. Ilyen... nyeh, érted. Ja. Na most akkor már csak olyat kéne csinálni, hogy... valami nagyon okosat. Mondjuk... nem tudom, ezt így eladom. Ezt így lebontjuk, és akkor mondjuk rakunk egyet ide. Mármint kettőt. És akkor így... mondjuk... kezdjünk el így termelni. Például. Oké. Okay. Mármint ilyen, igazából semmi extrát nem akarok, csak úgy nagyjából egy olyan 200 lovagot. És utána nagyon jók leszünk. Ugye közben jön a fa, mint az állat, szóval azzal nem lett probléma. Nincs elég munkás ennek az épületnek a működtetéséhez. Ó, nyugi. Tehát innentől kezdve már nyertegyünk van, csak ugye kell egy sereg azért. Rakjunk még le fát, mit szólsz hozzá? Fakészleteink vészesen megcsappantak, nagy uram! Az lehetetlen.
Várjál, szóval... Nincs elég áru. Mi az, ami kell, várja? Nem tudom. Követ azt eladhatjuk, szerintem az a sem kell. Vasunk az annyi, mint a nyélység, úgyhogy az is jó. Te vagy a harmadik legnagyobb. Oké. Fa kellene! De hol a fa? Rengeteg izére van szükségem ilyen... fegyvergyártó épületre. Egy, na, ennyi azért már úgy nem olyan rossz. Még az is lehet, hogy lesznek lovagjaink. Ja, hogy már hirtelen van 15, jó. Újoncokra lenne szükség. Az király. Oké, ugye termelünk is, mint az állat, szóval szerintem az is oké. Készleteink folyamatosan csökkennek. Készen állunk. Jó, jöjjenek a emberek. Fegyverekre lenne szükség. Egészen nyugodtan. Nyomunk még ugye ilyeneket, hogy alabárdos is jöjjön. Oké. Na, és akkor ez így nem is olyan rossz. Ugye van egy minimális vastermelésünk azért. Ha. Oké, ez kifejezetten tetszik, hogy ő így támadja. Készen állunk. Uram, okay. Fegyverekre lenne szükség. Hát nyomassátok azokat a fegyvereket, srácok, hát easy. Egy halat már útban van ide. Oké. Készen állunk. Fegyverekre lenne szükség. Jó, és akkor ugye most Szaladin bombázza a gyereket. Nem bombázza, hanem öldökli. Olyat kéne nekem csinálni, hogy... mondjuk így, nem tudom, segíteni neki. Építeni kell valamit? Mondjuk így ilyen dolgokkal. Ostromgép építése. Értettem? Meg kell próbálni kigyújtani, hogy minél hamarabb végezzünk. Oké. Okay. Igen, uram. Aranytartalékaink vészesen megcsapantak, nagy uram. Ugyan? Hogy csapantak volna meg? Jó, és akkor... hát hol kéne hát nyilván itt meg kéne próbálni ezt a katedrális például. A hajítógép kész. Ja, szerintem az úgy... lehetséges. Felhúzni! 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 Jó. Oké. Kigyulladt, szóval jók vagyunk. Már csak azt kéne elérni. Így van. Easy game, gyerekek, easy game. Az a szépen szétterjed az egész várboszt. Jó van. Vágod a szituációt. Mindjárt ez a rengeteg paraszt, amik itt van, ez meg fog halni. Így van. Micsoda szörnyűség. Hát nem hiszem el. Igen, uram. Milyen retek vagyok, nem? Uram! Fegyverekre lenne szükség. Készen állunk. Uram! Újoncokra lenne szükség. Üdv, uram! Jó, szerintem induljunk el. Nehéz ez a páncél egy ekkora útból. Hova lettek a hajítókáim? Nem, mindegy. Igen, uram. Uram! Készen állunk. Fegyverekre lenne szükség. Kivárom. Ja, van izé balisztája, jó van, bocs. Akkor mind már vágom. Kellnek ugye asszaszinok is. Oké. Okay. Hogy áll Szaladin? Bácsi, 29 katonája maradt a gyereknek, hát az rengeteg. Úgyhogy szerintem miután szépen leégett az egész, utána be is haladhatunk egész nyugodtan. Szolgálatára, uram. Sőt, már akár most. Tárdások, előre! Mi a parancsa, uram? Jó, eljünk ezekkel ide. Jó, hát ez már easy, tehát ez már megvan nyerve. Azt látom, hogy néhány épületet le tud rombolni, de vajon a kardot is ilyen jól forgatod? Ilyen jól, ne félj. Könnyű menet, uram. Nem ellenfél. Vajon hány fér a dátára? Ja. Üzenet érkezett az oroszlán szívűtől. Dzsungán alakulnak a dolgok. Ha már a király is kénytelen várába bújtálni. De most ez. Jó. Igenis, uram. És ez itt nagyjából ennyi volt, tehát hogy... már nagyon nem kell komplikálni a dolgom. Oké, és oké. Szaladinnak a mólája is ott. Oh, fuck. Azt úgy nem láttam. Hát akkor próbáljuk még egyszer.
Oké. Hát ez jó volt. Hát legyőzőmre akadtam, és most szegény csontjaimnak ebben az elátkozott földben kell porladni. Így van. De ez lett volna az a srácok, remélem tetszettek, és itt leszek velem legközelebb is. Én Tomi voltam. Sziasztok!